A vesebetegek száma már eléri az 500 millió főt világszerte, ez a lakosság közel 14%-a. A betegeket három centrumban kezelik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A páciensek száma sajnos hazánkban is évről évre nő, megyei szinten jelenleg közel 400 fő az érintett. Minden év márciusának második csütörtökén tartják a vese világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vesék fontosságára, a vesebetegek veszélyeire és megelőzésének lehetőségeire. Az egészségtelen életmód leterheli az egész szervezetünket, így a vesénket is. Hazai felmérések szerint magyar viszonylatban 7-800 ezer vesebeteggel kell számolni, így már ez is népbetegségnek számít. Ez a magas szám annak köszönhető, hogy nagyon sok betegség van, ami szerepet játszik a vesebetegség kialakulásában. A cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás és az örökletes vesebetegség is rizikófaktornak számítanak. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Szegedi János és dr. Balkó István doktor urak. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket. Évről évre beszámolunk arról, hogy egyre inkább népbetegségnek lehet nevezni a vesebetegséget. Nem változnak a számok, és hívjuk fel évről évre a figyelmet az egészséges életmódra. Nem változnak a számok? Hát a számok alapvetően nem változnak. A Nemzetközi Nefrológiai Társaság és a Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetsége magyar javaslatra döntött arról, hogy minden év márciusának második csütörtökét a Vese Világnapjának nevezze el. 15. alkalommal kerül sor a Vese Világnapjának a megszervezésére. A nemzetközi együttműködésnek a legfontosabb célja jelenleg is, hogy a megelőzésre fordítsunk nagyon figyelmet és a szűrésekre. A felvezetőben elhangzott, hogy 400 fő az érintett megyénkben. Az érintett pedig ez azt jelenti, hogy ennyien járnak dialízisre, ugye? De ennél sokkal többen érintettek a tekintetben, hogy... Így van. Gyanúsak? Tehát, vagy valami ilyesmit lehet? A vesebetegség népbetegség. A lakosság 10-14%-át érinti. Ez azt jelenti, hogy a világon 500 millió vesebeteggel kell számolni. Magyar viszonylatban, ahogy elhangzott is, 7-800 ezer vesebetegről van szó. Szabolcs megyének a lakosságát figyelembe véve, ez 40 ezer lakost is jelenthet. Mi vezethet idáig? Ahhoz, hogy valaki vesebeteg legyen egyáltalán. Mit jelent az, hogy valaki vesebeteg? A vesebetegség, ugye a vesenek számos feladata van a szervezetünkben. A káros méreganyagok kiválasztása a szervezetből, a vérképzés, a csontanyag csere szabályozásában is szerepet játszik. A vesebetegsége azt jelenti, hogy ezen funkciók valamelyike vagy mindegyike együtt kárt szenved, illetve olyan tünetek jelentkeznek, amely szorosan összefügg a vese betegségével magával. Ugye tudni kell azt, hogy a vesét nem elsősorban az úgynevezett elsődleges vesebetegségek fenyegetik, hanem sokkal többször károsodik a vese, valamely más, szisztémás, az egész szervezetet akár érintő népbetegségek kapcsán. Ugye, ahogy a felvezetőben is említették, ilyen a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, és az ezekkel szorosan összefüggő elhízás is. Na hát ahhoz, hogy nevezessen idáig a cukorbetegség, ugye akkor ez a kapu, tehát mondhatjuk ezt, hogy az előszobája a vesebetegségnek, ahhoz pedig mit kell elkövetni, mire kell figyelni? A megelőzésben mindenképpen figyelni kell a veszélyeztetett lakosságnak a rendszeres ellenőrzésére, szűrésére. A veszélyeztetett lakosok között a legnagyobb szám ugye a hipertóniás és az idős beteg, a diabéteses és az elhízott beteg. Az időskor világviszonylatban egy komoly problémát jelent. Jelenleg 600 millió... Mármint az időskori vesebetegség. Igen. 600 millió idős ember él a Földön. Európa lakosságának 19%-a 65 év feletti, ez 142 millió embert jelent. Magyarországon ma minden 10
tizedik ember 70 év feletti. Előrejelzések szerint 2060-ra minden harmadik magyar lakos 65 vagy 65 év feletti lesz. Időskorban megváltozik a vese működés, megváltozik a vese tömege, a vese véráramlása és a vese működése is. Ennek megfelelően az idős emberek sokkal veszélyeztetettebbek a vesebetegségek vonatkozásában és a vese elégtelenség vonatkozásában. A magas vérnyomás az miért jelenthet problémát? A magas vérnyomás népbetegség, óriási tömegeket érint. Jelen pillanatban a 2008-ban 1 milliárd hipertóniás beteget ismertünk a világon, 2025-re már másfél milliárd hipertóniás beteggel kell számolni. Magyarországon... Ennek mi az oka, ennek a drasztikus? Ebben életmódi kérdések, stresszhelyzet, életmódi kérdések, táplálkozási kérdések, elhízás, diabétesz szerepet játszik. Jelenleg Magyarországon 3,5 millió hipertóniás beteget ismerünk. Szabolcs megyében 169 000 körüli a hipertóniásoknak a száma. A hipertónia és a vese kapcsolata összetett, ok-okozati összeköpés van. Részben a vesebetegség oka a hipertóniának, magas vérnyomásnak, részben a magas vérnyomás oka a vese elégtelenségnek. A Szabolcs megyei konkrét adatokat figyelembe véve, a hipertóniás betegek 1/4 már érintett a veseműködés szempontjából is, minden ötödik hipertóniás cukorbeteg, és minden ötödik hipertóniás beteg elhízott és túlsúllyal rendelkezik. Tehát ennek megfelelően ezek a betegségek komplex betegségek, egymással nagyon szoros összefüggésben vannak. A hipertónia jelentőségét alátámasztja az a tény is, hogy a dialízist indokló betegségek között a cukorbetegség és a hipertónia vezet. És a cukorbetegség, ugye, tehát akkor ez szorosan együttműködik. Aki cukorbeteg, az sokkal nagyobb eséllyel lesz a későbbiekben vesebeteg. Ez így van. És ahogy a főorvos úr elmondta, ugye ezek a betegségek, népbetegségek összefüggnek. Tehát nagyobb eséllyel van annak cukorbetegsége, aki elhízott, aki magas vérnyomásos, és ez oda-vissza igaz. És ezek mind együtt károsítják az egész érrendszerünket, csak úgy, mint a vese érrendszerét, tehát gyakorlatilag az érrendszer károsodásán keresztül vezetnek ezek elsősorban vese betegséghez, vese elégtelenséghez. És nagyon fontos az időben való felismerés, mert minél hamarabb diagnosztizálódik a vesebántalom, annál sokkal jobban kezelhető maga a vesebetegség, illetve annál inkább lassítható maga a progresszió, tehát a vesebetegség előrehaladása. És itt sokszor, nagyon sokszor a betegek bejönnek a rendelőbe és kérdezik, hogy miért nem írunk egy gyógyszert konkrétan a vesére. Hát pontosan azért, mert ugye itt elsősorban az esetek jelentős részében magát az alapbetegségeket kell kezelni, a már említett alapbetegségeket, azokat kell úgy beállítani, hogy a szakmailag előért célértékeket, a megfelelő vércukorszintet, vérgyomásértéket, koleszterinszintet el tudjuk érni. Mert azt is tudni kell, hogy vese elégtelenségben, ugye mindenki a művese kezeléstől fél, de tudni kell azt is, hogy ebben a vese elégtelen, a még nem nagyon előre haladott vese elégtelen állapotban is nő a szív-érrendszeri betegségek kockázata, jelentősen nő. Egy ilyen betegnek sokkal nagyobb az esélye arra, hogy valamilyen kardiovaszkuláris szövődménynek eszik áldozatul, mint az, hogy művese kezelésre kerüljön. Tehát a rizikófaktorok kezelése nagyon fontos ezekben az állapotokban. Tehát egy kezdődő, kialakuló félben lévő vesebetegség a szívre is problémát tud. Gyakorlatilag igen, az jelent. Egész szívérendszer. Önök egy egyszerű vérképből is meg tudják állapítani, hogy milyen állapotban van a vese? Igen, bár elengedhetetlen a vizeletvizsgálat is, de valóban egy vérvételből, az úgynevezett kreatinin szintből és egy abból számolt EGFR nevű értékből már ugye jeleket láthatunk arra, hogy károsodott a vese működése, ami nyilván további vizsgálatot igényel, hogy milyennek az oka, milyennek a háttere és milyen egyéb
tünetei van. Gondolom ezekről is szó lesz a Vese világnapi rendezvényen március 12-én csütörtökön. Mindenképpen, éppen azért, mert ez a veszélyeztetett populáció itt él a megyében, fokozottan oda kell figyelnünk ezeknek a lakosoknak, betegeknek a vese működés ellenőrzésére. Valóban egy vér- és vizeletvizsgálattal ez biztosítható. Jogosan felmerül a kérdés, hogy kik a veszélyeztetettek. Hát mindez, akiről beszéltünk, az időskorúak, a cukorbetegek, a hipertóniások, az elhízottak. Elhízás vonatkozásában az idős betegek 80%-a túlsúlya rendelkezik. Mi magyarok világviszonylatban az elhízás szempontjából keményen első helyen állunk. Európai Unióban a legtöbb elhízott Magyarországon él. A világon Amerika, Mexikó és Új-Zéland után a negyedikek vagyunk az elhízásban. Tehát ezeknek a betegeknek a kezelésénél az elhízás mellett fokozott figyelmet kell fordítani a veseműködésnek az ellenőrzésére is. Amit mondtunk, hogy idős betegeknél a veseműködés is csökkent, tehát ott fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogyha bármilyen gyógyszeres kezelésre kerül sor, beavatkozásra kerül sor, ellenőrzünk a veseműködésre, hogy ne alakuljon ki veseelégtelenség. Az idős embereknek a problémája jelenti az is, hogy a dialíziskorban, a művesekezelési programba vett betegeknél 50% fölötti a 65 évek felettiek aránya, 25% a 75 év felettiek aránya, tehát az idős ember fokozottan veszélyeztetett, és ennek megfelelően meg kell előzni azt, hogy ne alakuljon olyan veselegtelenség, ami dialízist igényel. Tehát az időseket és az érintetteket is várják március 12-én 11:30-kor a Korzó B épületének egyik termébe a Vese világnapra. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.